Újabb rekord dőlt meg ma, a tegnapi 777 eset után ma egy helyen 800 új fertőzöttet regisztráltak. Az áldozatok száma elérte az 1988-at, miután az elmúlt 24 órában 17 új, a koronavírushoz köthető elhalálozást jegyeztek. Romániában máig 35.802 igazolt fertőzöttet vettek nyilvántartásba, ez 799 új esetet jelent az elmúlt 24 órában. Ez a szám a tegnapi rekordot is felülmúlta, miközben az elvégzett tesztek száma némiképp csökkent. Eddig ugyanis összesen egyel több mint 925.000 tesztet értékeltek ki, ez az elmúlt 24 órában 18.986 kivizsgálást jelent. Az intenzív osztályon ápolt fertőzöttek száma 12-vel nőtt, 273-ra emelkedett. A gyógyult személyek száma 22.312, és már csak 62%-a a regisztrált fertőzötteknek, ami azt mutatja, hogy az aktív fertőzöttek száma tovább növekedett. Ugyanakkor eddig összesen 2.286 tünetmentes pácienst engedtek ki a kórházból 10 nap benfekvést követően. Az új esetek listáját ma ismét Árgyes megye vezeti, ahol 105 új esetről számoltak be, miközben Bukarestben és Brassóban továbbra is magas az új esetszám. Erdélyben Temes megyében regisztráltak még jelentős számú új fertőzöttet, miközben máshol csak elszigetelt esetekről számoltak be. Az elmúlt 24 órában csak Szatmár megyében nem találtak új fertőzöttet. A külföldön élő román állampolgárok között máig 5202 megbetegedést regisztráltak, ebből 122 személy elhunyt. Európában az unión belül a megbetegedések száma meghaladja az 1.609.000-et, világszerte a megbetegedések száma megközelíti a 13.832.000-et, a gyógyultak száma 7.736.000 körül van, az aktív fertőzöttek száma pedig meghaladja az 5 milliót, az elhunytak száma eléri az 590.000-et.